inkább csak hozzáfűzni való. Szerintem, hogyha sokszor az van, hogyha valaki másban idegesít minket valami, vagy zavar, akkor leginkább az az a terület, amin saját magunkon kéne dolgozni. Tehát, hogy ez valahol egy tükör. Hát, azt utálom abban, aki nem szimpatikus, ami egy kicsit én vagyok. Példa, mert így... Lehet, én mit utálnék magamban, ugye? Tehát, hogy mi? De mondják a pszichológusok, hogy van ilyen, amikor érzem pont azt a taszítást, hogy valamit, amit én amúgy nem tudok feldolgozni, vagy elfogadni magamban? Például, hogyha valaki úgy érzi, hogy az az illető nem figyel elég oda másokra, csak önmagával van elfoglalva, az például elő tud fordulni, hogy ő maga is ilyen, és ezért zavarja, hogy esetleg ő neki kéne még több figyelem, holott nem ad eleget. Jó, nem kell föltenni a kezét annak, aki úgy gondolja, hogy egy kicsit lehet, hogy ez róla is szól, de értem, igen, hogy meg kell mondanom, hogy sokszor újabban zavarban vagyok, mert ugye nekem az a foglalkozásom, hogy jó emberismerő vagyok és legyek, és valószínű, hogy ez így is van, meg sokat beszélgetek emberekkel, de meg kell mondanom, hogy most már nagyon sokszor mellé lövök. És egyáltalán nem biztos, hogy amit ugye az úgynevezett, nem hogy első, hanem az első 10 benyomás bennem kialakít, az egyáltalán nem biztos, hogy az maga a teljes ember, amit. Szóval nagyon óvakodni kell, és magamat is óvom, és általában is vigyázok arra, hogy ne skatujázzak. Jó, jövök. Fiatalság. Engem nagyon sokszor kiközösítettek már, így a 14 évemmel. Hát nem, általában nem tudom miért, de nagyon sok eset volt már, hogy új iskolába jöttem már sokszor is. Vagy kedvesek voltam velem 2 hónapig, aztán pedig megúttak és ott hagytak engem is. A meguntak, az nem ugyanaz, hogy megutáltak. A kiközösítés az azt jelenti, hogy megutáltak. Lehet, viszont olyan osztályban voltam, akik nagyon beképzeltek voltak. És te kevesebbnek érezted magad? Vagy ők téged? Inkább ők engem. Jó. Igen? Hogy lehet ezt túlélni? Hát én nem éltem túl, mert évvel már is más iskolába mentem, de nagyon rosszul éreztem ott magam. És most? Most jól érzem pár pillanat magam az osztályban, azért vannak még ilyen... Még nem tett le a 2 hónap. Október. És a barátomnak is vannak történetei. Köszönöm. És én egy pont ma történt egy ilyen, hogy nekem van 2 osztálytársam, akik nagyon utálják sajnos egymást, és ezt néha tudják leplezni órákon például, de szünetekben így kijön, igen. Tehát például a fáról leszedik az ilyen vékonyabb ostorhoz hasonló ágokat, és azzal így véresre verik egymást, meg ilyeneket csinálnak. Nézzük az IC-t, vagyis ingyen cirkuszt többiekkel, és ma például egyikük talált egy Lego figurát az udvaron, és azon vesztek azt, hogy kié lesz a Lego figura, és a végén már egy óra múlva már a én magam fogalmaztam meg, így már az élet csodálatos szikráját próbálták kioltani egymás lelkében, és hát végül a biológia tanárok állította le őket. Hát egyikük hazament egy szidalmazással, a másikuk egy intővel. És az a baj, hogy semmivel nem lehet rájuk hatni. De tehát, próbáltál békítgetni, vagy nyugi-nyugi ilyesmi? Először próbáltam, de akkor engem is majdnem véresre vettek, és azt nem szeretném. Úgyhogy olyankor inkább a 10 kilométeres körzetükben nem szeretek menni. És a biológia tanár túlélte? Még. Igen, azt szeretném, hogyha fölállnál egy pillanatra, hogy lássák az arcodat azok, hogy hátul is, akik nem láttak. Azt szeretném, igen, meg lehet nyugodtan kapcsolni. Most csak nagyon halkan azt szeretném mondani, hogy is ilyenkor egy egyszerű hétköznap hazamegy az ember gyereke, és akkor anyu megkérdezi, hogy mi volt az iskola. Semmi.
Tehát helyzetbe kell hozni, hogy beszélgessünk. Ezt azért most úgy gondolom, hogy nem árt beszélgetni. Na jó, van nekünk még néhány emberünk, akik nem találkoztak még egymással, most pedig fognak. Mindjárt megnézzük, hogy hol. Igen. Azok a fránya csomagok. Az életemet, nem igaz, csak az életem maradt már. Azt is akarja venni, miért akarod
életem. De hogy a legjobb antikus a pasi itt az egész társaság. Nagyon lelked, azért sírsz, mert akkor a nagy, hogy nem fér beléd. Egyszer kettő hülyének beszólt a gyerekkorom, találtuk egy legót. Úgy van a gyerek, milyen szív virágnő rajta, erre letörték. Tud, ez a Shakespeare, William. Hát csak mondom. Na, kérek szépen választani. És ez képen. Most melyik? Ezek? Áron jön, és Mónika. És mit akarunk? És mit akarunk? Fotózza le egyik, valaki kéri, hogy fotózza le a másik. Tudom,
Csináltam egy közös selfie-t? Csináltam. Honnan is ismerhettek téged amúgy? Ismerlek, csak hogy pontosan mondtam, hogy azt mondtam. Drágám, mindenhol tudnak. Igen. Mit kéne tegyek, hogy felvegyél? Figyelj, sok mindent kellene alakítani, nem tudom, hogy van elég időm erre. Ja, neked. Igen, figyelj, az öltözkedés nem rossz, nem rossz, hogy tudnék egy két hangot alakítani benne. Mennyit ér meg neked? Vedd le ezt a sávot. Igen. Na ezt akartam, hogy ezt a sávot leveszem, mert ez... Tényleg? Leveszem. Oké, akkor változat, vedd le. Oké. És akkor... És te is... Amikor akartad már. Jó! Figyelj, és próbálj meg, egy szép a tested. Köszönöm. Én is. Hány évesnek gondolsz? Most mi a menedzserségről beszélünk? Nem, hány évesnek, mint nő, ja, hány igen, évesnek igen. Gondolsz? Hát... Hát 31 max. Igen, max. Igen. Milyen parfümöt használsz?